Ne forogjanod be, Hello! A hétvégén lezajlott a Nógrád vármegyei első osztályú bajnokság, tavaszi etapjában is a Salgó-Tarjáni rangadó. Ezúttal az Építők KC játszott hazai pályán és fogadta az SBTC gárdáját. Az első félidő a két csapat kiegyenlített küzdelmét hozta, ám az utolsó percekben sikerült gólt lőnie a vendég SBTC-nek, így előnnyel mehettek a szünetre. A folytatásban már egyértelműen a fekete-fehérek domináltak, két gólt is lőttek. Az Építőknek aztán egy csúnya szabálytalanságot követően megítélt szabadrúgás után sikerült szépíteniük a mérkőzés hajrájában. Erre azonban szinte azonnal érkezett a válasz az SBTC részéről, amivel ki is alakult a végeredmény. Az SBTC vendégként 1-4 arányban legyőzte az Építőket. Mindig az elsőt akarják megverni, és különben ugye Salgó-Tarjáni rangadó, ez a két csapat maradt Salgó-Tarjánba. Minden játékos, szinte minden játékos az SBTC-ben nevelkedett, különösen szívták magukat ugye ellenünk. Nehezen indult, de azért a végére azért sima lett, úgy gondolom. Azt nem mondom, hogy több gólt is nyerhettünk volna, de a különbség az szerintem megérdemelt. Még van 3 mérkőzésünk hátra, mind a 3-at szeretnék megnyerni, aztán osztályzó következik, és ott majd az lútri, hogy kit fogunk kapni, nem tudjuk még, szeretnék feljutni, ahhoz mind a 2 mérkőzést meg kell nyerni. Azt gondolom, hogy az első félidőben nem volt gond, jó védekeztünk, tehát nem tudott az ellenfél helyzetet csinálni. Sajnos a megszerzett labdából nem tudtunk mi se megfelelő kontrát vezetni. Én úgy gondolom, hogy egy 0-0-al kellett volna bejönnünk a félidőre. Sajnos itt a vége előtt egy figyelmetlenségből, egy pontrúgásból kaptunk egy gólt. De mondtam a srácoknak, hogy igazából én azt gondolom, hogy nem lehetett látni az első félidő alapján, hogy melyik csapat az első és melyik van 9. helyen. Utána igazából mondtam nekik, hogy ha kijövünk, akkor próbáljunk meg kiegyenlíteni természetesen, mert azt gondolom az egy gólos előny az nem előny. És úgy érzem, hogy nem volt ennyi a két csapat között, nem volt ennyi különbség. Megérdemelten nyertem úgy a vendégcsapat, én azt gondolom, mert több helyzetet alakítottak ki a másik fél időben, mint mi. De én úgy gondolom, hogy egy szűk vereségbe kellett volna belépnünk. Így sikerült, voltak sajnos most hibák, tehát eddig ilyen nem volt, tehát hogy egyéni hibából kaptunk volna gólokat. Most volt 2 gól is, ami igazából nem kidolgozott helyzet volt, hanem egy egyéni hibából alakult ki. Büszke vagyok a srácokra, nagyon betartották azt, amit kértem tőlük. Én azt gondolom, hogy amúgy bajba is volt én azt mondom, már most bajnokcsapat, és szeretnék is nekik tiszta szívből gratulálni a bajnoki címhez, és nagyon bízok benne, hogy az osztályzón, ha kell játszani, osztályzót túl tudnak lépni, és Salgó-Tarjának ismét lesz NB3-os csapata. Tiszta szívből szorítok nekik, úgyhogy és a mai mérkőzéshez meg gratulálok nekik, és további sok sikert kívánok a volt csapatomnak, és a volt egyesületemnek.